Te tudod, hogy mit főzünk ma, mielőtt itt átesett? Hát, nem, a salátát, spenót, látom, hogy bébi spenót van itt, úgyhogy gyanítom, hogy akkor itt valami az összetevőkből, az sajt, amit talán főzelék. Itt Péter, szia, igen. Péter, hello. Tehát jól sejtem, hogy esetleg főzelék, valamilyen főzelék fog így készülni? Van, főzelék. Főzelék, hát ami... akkor ma a térítés van, most remélem, hogy mindenki sikerült meggyőzni, hogy egy kicsit a saláta, mint fogalom jobban bekerüljön, és akkor most a főzelékeket forradalmasítjuk. Főzelék az egy félretett dolog sajnos, pedig annyira csodálatos dolgok, és tök jó lehet cifrázni, önmagával sűríteni, meg ide-oda varjálni vele, de most mi a basic-et csináljuk, az alapot. Meg azt hiszem, hogy egy kicsit itt megint, hogyha tegnap már beszéltünk erről, hogy iskola, óvoda, hogy mondjuk, hogy azért nagyon sok mindenkinél a főzelék az egyenlő, ez a nagyon-nagyon sok liszttel készült, ilyen csilízes menza, miközben hát azért ez egyáltalán nem az. Az egyik oldalon, a másik oldalon meg szerintem az elmúlt mondjuk 15 évben volt egy ilyen átforgatjuk, és már mindent kibontunk saját magából, és csinálunk belőle nagyon mást, mint ami. Tehát valahogy szerintem az arany középutat kéne megtalálni. A főzelékben szerintem nagyon kell a rántás íze. Igen. A legtöbb főzelékben, igen. Most egy borsó főzelékben is. A főzelékben szerintem nincs bonyolultság, csak rá kell érezni. Ez a tipikus recept, amit mindenkinek égnek áll a haja, hogy nagymama receptje, annyi liszt, amennyit felvesz. Igen, a rántás az ilyen, mert nem tudjuk, hogy mennyi folyadék van egy spenótlevélbe, másik zöldségbe, ezt nem lehet exaktul lereceptúrázni, de szerintem, ha valaki csinál hármat, az rá működik. Fog érezni, körülbelül egy liter folyadékot a zöldség körül, ezt egy 50 gram liszttel, 50 gram vajjal egy tök jó állagra lehet készíteni. Természetesen, amikor áll egy kicsit, akkor majd sűrűsödik, de azt újra lehet higítani. Ez egy tök jó játék, és iszonyú finomak. És azért most lássuk azt be, nincs itt most velünk egy dietetikus, de hogy 50 gram lisztről beszélgetünk, és ez mondjuk 4 főre elég, hát körülbelül ennyi főzelék, tehát akkor ki lehet számolni, hogy fejenként az 2 teáskanálnyi lisztet, annyira ez minimális, hogyha azért dobjuk félre a főzeléket, mert hogy jaj, a barántás van, hát annak valós alapja nincs. Hát az egyensúlynak kell meglenni, hogy a zöldség domináljon, és a liszt az egy kiegészítő, egy hozadék legyen a főzelékbe. És mi a helyzet? Tegnap már meséltél a gyerekeidnek a táplálkozási szokásairól. Mennyire főzelékesek, mennyire etetted őket sokat főzelékkel? Hát az ölegsa mindig, hogy gyerek a főzelék. Persze, ha csoki pudingot főznénk, akkor körbeállnának minket. A főzelékre nehezebb odavinni, meg rávezetni. Szerintem a legjobb módszer, be kell vonni. Gyere, nézd itt a borsó, milyen finom édes, kóstold meg, nézd, csinálunk egy kicsi karamellt hozzá, ha be van vonva, a saját produktumát szerintem meg fogja kóstolni, aztán vagy ízlik, vagy nem, erőltetni úgyse szabad, szerintem. Ez a csináljunk egy kis karamellt, én a múltkor olvastam egy lencse főzelék receptet, ami karamellel indít, én soha én is, nem én teszek is, a főzelékbe karamellt. De ez az megint az, hogy a főzelék, hogy én szerintem a borsó főzéket 100féleképpen készítik. Aha. Az országban. Van, aki piros paprikáson, hagymáson, van, aki tejjel, valaki csak önmagába rántja, de minden főzelék ilyen, tehát ezek annyi változata van, hogy ki hogy honnan származik, a családból mit hozott, hogy ez. Na, akkor azt mondd el, hogy te milyen főzeléket fogsz készíteni, és teszel-e valamelyikbe karamellt. Igen, én szerintem az ötborsú főzelékbe kell egy nagyon világos karamell, egy csipetnyi cukorra, hogy elkezd karamellizálódni, már öntöm föl, és a főzelékek nagy lényege szerintem, hogy ne vízzel, hanem akármilyen alaplével, vagy maradt egy kis húsleves, tegyük el lefagyasztva. Hát az egekbe emelni fogra, így van. Klasszik zöldborsó főzelék lesz, ami ez csicseri borsó, fasírtott, falafelgolyót, és a parajhoz, hát most erre nem számítottam, hogy friss paraj is van, készültünk fagyasztottal, tehát egy klasszik parajfőzelék, fokhagymással, tükörtojással. Há, de jó, de jó, nagyon jó. Tápláló, egészséges, jó lesz, és gyors, tehát ugye szerintem hamarabb meg lehet főzni egy ilyen főzeléket, mint elérünk egy étterembe, vagy egy gyors étterembe. És olyan érdekes, hogy elmegyünk egy indiai étterembe, teszem azt, vagy rendelünk, és valami zöldségkörire azt mondjuk, hogy milyen finom, egzotikus, miközben 3 fűszerrel van benne más, mint a mi magyar főzelékünkben. Gyakorlatilag ugyanarról beszélgetünk, kicsit máshogy van fűszerezve. Hát ugye, amit mondtál, hogy egy lencsefőzelék, mi a különbség egy lencsedál és egy lencsefőzelék közt? Hát csak az elnevezést voltak. Na, hagyjunk téged dolgozni, megnézzük, hogy ott a másik asztalnál mi készül, és aztán természetesen jövünk, megyünk, ahogy eddig is. Nem
szólalhatunk meg. Szóval, hogy... kicsit előre turmixolom, hogy... Igen. Szóval, hogy úgy látom, hogy a falafelnek álltál neki, és szerintem itt is van egy pár dolog, amiről tudunk beszélni. Az egyik például az, hogy nagyon szépen kérek mindenkit, hogy konzervcsicseri borsóból, ami előre van főzve, nehogy megpróbáljon falafelt készíteni, mert nem lehet. Nem fog összeállni, csalódás lesz, szétesik. Hát szét, akkor konkrétan, amikor belerakod az olajba, akkor itt szétfolyik benne. És akkor miért? Akkor hogy kell beszerezni? Milyen, tehát rendes száraz csicseri borsó. Be kell áztatni éjszakára. És utána egy késes aprítóba addig kell aprítani, amíg kézpróbálva belenyúlunk, és egy idő után olyan apró szemcséi lesznek, hogy az önmaga nedvessége és tartalma miatt, keményítő tartalma miatt elkezd összeragadni, és ennyi. Megy bele fűszerezésnek apró ragot, hagyma, kis petrezsembe, zöld koriander, én pici római köményt teszek bele, de ennek is annyiféle változata van, aki még tesz bele citromot, szoktak beletenni szódabikarbonát, hogy puhítsa, felfújja egy kicsit, lazítsa. De a lényeg az tényleg ez, amit te is mondtál, hogy magától összeragad, de a nyerset kell venni, mert a főt az ettem már magyarosan, piros paprikáson, fokhagymáson is, tehát, hogy... Hát, mert ugye ez is egy fasírt, tehát, hogy ez attól, hogy ez egy közel-keleti csicseri borsó fasírt, attól még, ha máshogy ízesítjük, akkor ugyanúgy működni fog. Igen, de mégis egy kicsit más már, csak az, hogy milyen formára gyúrolt, hogy milyen lapos, mennyire kerek, de én nagyon-nagyon szeretem, és tényleg egy jó, ha már mondjuk valaki vegetáriánusan akar táplálkozni, akkor az egyik legfontosabb kiegészítő szerintem. Egy nagyon jó termék, igen. Igen, de hogy az is egy nagyon jó ötlet szerintem, hogy egy amúgy vega főzelékhez, mert ugye a főzelék zöldségből áll, egy vega fasírtot szolgáljunk fel, tehát miért ne? Nagyon jó, oké. Igen, és akkor a borsó az már fő, illetve a parajt is. Várjál, lemaradtunk a karamellről. Tényleg. Hát elbeszélgettétek az időt. A lényegről, erre voltunk a legjobb arányodulva. Volt egy pici karamell, és utána... De ezt úgy kell elképzelni, most, hogy akkor csak egy nagyon pici cukrot megfutasz, megkaramellizálod. Egy csapott tevőkanálni. Tevőkanálnyit, és akkor arra dobod rá. És utána ráöntöttem az alaplevet, rá a borsót. A borsónak egy nagy titka van még, szerintem, hogy ne főzzük túl. A borsó az egy ilyen 80 fok környéke, mert olyan szép puha tud lenni. Kell, hogy maradjon egy kis roppanósága a héjának, de belül krémes lesz. Lehet ezt is például, ebbe is nagyon jó a szódabikarbona, mert iszonyú harsány marad, de könnyebben puhul, az minden hüvelyesnek, csontélyesnek, az tök jó. Lehetne turmixolni is. Én szerintem ez egy tök jó lesz így, hogy ilyen egyszerűen és tradicionálisan mondhatni. És sok sót felvesz, tehát hogy szerintem még ezt is fontos hangsúlyozni, mert most belekóstoltam, hogy mennyire édes a főzőleved, és az édesség az csak egy icipicit van jelen, viszont a sok só meg ellensúlyozza. Mondhatni, ez egy csipeti furfang benne, tehát igen, hogy az nem fog dominálni, de ott lesz hátul a öt alapíznek az egyik része, ugye, és akkor ott lesz benne. Te ez kell a rutin. Egyensúlyt igen, fog. Igen. Na hát akkor ezek főnek tovább, ugye? És akkor mi is megyünk tovább, és beszélgetünk arról, hogy mit tegyen a gyerek. Közben lejárt a műsoridőnk, de annyira magával ragadó volt ez az NBA sztori, hogy nem lehetett erről nem beszélni többet, úgyhogy most a kóstolásra jut kevesebb idő. Falafel, zöldborsó főzelék, spenót és tükörtojás, úgyhogy ha nincs még ötletük a vasárnapi ebédhez, akkor szerintem most adtunk. Elkészült a csodálatos dekoráció is, én szeretnék egy éves lenni, és egy ilyen etetőszékben ülni. Beülhetsz te, helyettem beülhetsz te. Én nem tudok belemászni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, a jövő héten is lesz TV Paprika magazin, úgyhogy akkor is tartsanak velünk. És vasárnap este 7 óra 15-kor lesz a második rész Steph Curryvel. Szuper, köszönjük, viszlát!